Hamarosan elkészül a Dózsa György általános iskola tornatermén a tetőszerkezet felújítása, emellett az épület új padlózatot is kap. A 70-es években épült a terem, és azóta beruházás nem igazán történt, és a tornateremünk beázott, nem igazán azért, mert a tető volt rossz, hanem inkább a kondenzvíz lecsapódása miatt, a szigetelés hiánya miatt ázott be, és ennek következtében tönkrementek a falak, a plafon, a padlózat. A nyár folyamán három tanterem mennyezetét és falait is felújították a Gunarasi és a Pobedai helyi közösség jóvoltából, valamint az iskola bálon gyűjtött összegből. A tornaterem felújítását a Tartományi Oktatási Titkárság és a Topolyai Önkormányzat támogatta. A beruházás összértéke mintegy 5 millió dinár. Ez egy nagyon ékes példája annak, hogy összefogással mennyi mindent el lehet érni, és bemutattuk azt, hogy a kettő helyi közösség, az önkormányzat és a Tartományi Oktatási Titkárság közösen nagy dolgokra képes. A Gunarasi iskolába 21 elsős iratkozott be ebben a tanévben. Ők megkapták az MNT beiskolázási tanszercsomagjait is. 45 diák utazik a környékről az intézménybe, akik a Nemzeti Tanács iskolabusz programjával jutnak el az iskolába. Az oktatás színvonalához okostábla és kirándulások is hozzájárulnak. A felújított tornaterem is bővülni fog új eszközökkel. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával sikerült az iskolának olyan tornaeszközöket vásárolni, amikre már nagyon nagy szükség volt, amit ugye tornaórákon tudnak használni a tanulók, valamint hamarosan, november folyamán az iskola óvoda közösen fog majd használni egy új játszóteret. A Gunarasi iskolában kizárólag magyar nyelven folyik az oktatás, 122 diák jár az intézménybe.